Az újbudai önkormányzat idén is külön figyelmet fordít arra, hogy a kerületnek ne legyenek olyan gondozatlan részei, ahol a parlak fűtömegesen felszaporodhat, és július végén bekövetkező virágzásakor a növény polleneire érzékenyeknél allergiás tüneteket válthat ki. A város üzemeltetés megbízásából az új prizma megszokott segítsége mellett idén egy külön pályázatot is kiírtak. Az ezen nyertes cég a nyáron két alkalommal, mintegy 120 helyszínen végez parlagfűírtást. Új Buda környezetvédelmi osztályánál most is be lehet jelenteni azokat a helyszíneket, ahol a lakosság elhanyagolt telkeket, területeket észlel. Az önkormányzat munkatársai ellenőrzik ezeket a bejelentéseket, és ott, ahol parlagfüvet találnak, értesítik a hely tulajdonosát, hogy intézkedjen az allergiásokra ártalmas gyomnövény eltávolításáról. A lakossági bejelentéseken túl a környezetvédelmi osztály idén először egy alvállalkozóval is szerződést kötött, akinek munkatársai folyamatosan járják a kerület utcait, és a problémás helyszíre bukkannak, azonnal jelentik az önkormányzat felé.